Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Bét Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a sorozatunkat, ismeretlen részleteket a 10 csapásról, 5. rész, most pedig beszélni fogunk az Arov csapásról, az pedig a vadállatok. Nézzünk meg először, mit ír a Tóra erről, és aztán mit lehet itt kibővíteni. Smot könyvben, Mózes 2. könyvében, 8. fejezet, per 16-tól 28-ig. A Jomera Semel Mose. És szólt az örökkévaló Mózesnek, kell fel kora reggel, és áll meg a fáraó előtt, amikor kijön a víz mellé, és mond meg neki. Így szól az örökkévaló. Bocsásd szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem. Mert ha nem bocsátod szabad a népet, ime én rád szabadítom, és szolgaidra, és népedre, és házaidra a vadállatokat. És megtelnek Egyiptom házai a vadállatok, és a föld is, amelyen élnek. És külön választom azon a napon Goshen földjét, amelyen népem él, hogy ne legyen rajta vadállat, és megtudod, én vagyok az örökkévaló a föld közepén. És védelmet teszek népem és néped közé, és holnap teljesül eljel. És így cselekedett az örökkévaló, és behatott a temérdek, vadállatok a fáraó házában, és szolgái házában, és Egyiptom egész országában, és pusztult az ország a vadállatok miatt. Jó, akkor volt a figyelmeztetés, és aztán meg is történt, meg is jött, meg is érkeztek a vadállatok. Hú, hát elég kemény csapás volt ez, és most folytatja a Tóra, hogy a fáraó mintha megbánta azt, hogy nem akarja kiengedni a zsidókat, 21-es vers, és hívta a fáraó Mózest és Áront, és mondta, menjetek áldozatok az örökkévalónak a ti istenetek az ország belsejében, itt Egyiptomos felett Mózes nem helyes így cselekedni, mert mi Egyiptom bálványait áldozok az örökkévalónak, mi istenünknek, ime, ha mi áldozok Egyiptom bálványait szemük látára, olyan nem fognak-e bennünket megkövezni? A fáraó azt mondja, jó, lehet áldozatokat bemutatni itt Egyiptomban. Mert azt mondja Mózes, szó se lehet róla, mert az egyiptomiak imádják ez, különböző áldozatokat, és akkor ez, ennek nagyon súlyosan fognak reagálni. Folytatja Mózes, 3 napi járóutat akarunk menni a sivatagban, és áldozni fogunk örökkévaló Istenünknek, amint meghagyja nekünk. És szólt a fáraó, én elbocsátalak titeket, és áldozatok az örökkévaló Isteneteknek a sivatagban, csak ne menjetek nagyon messzire, imádkozzatok értem. És szólt Mózes, ime, én eltávozom tőled, és könyörülni fogok az örökkévalóhoz, hogy elvonuljon a vadállatok a fáraóról, szolgáiról és népéről holnap, csak ne üzen játékot többé a fáraó, nem bocsátva el a népet, hát áldozon az örökkévalónak. És eltávozott a Mózes a fáraó elől, és könyörgött az örökkévalóhoz. És az örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett, és eltávolította a vadállatokat a fáraóról, szolgáiról és népéről, nem maradt egy sem. És ez már a következménye a csapásnak, hogy fáraó megígérte, hogy kiengedi a zsidókat 3 napra áldozni a sivatagban, és akkor másnap el is múltak a csapás a vadállatok, és mit mondott óra 28. versben, és megkemenítette a fáraó az ő szívét, ez alkalommal is, és nem bocsátatta el a népet. Ez az egész leírás a csapásról.
be kell vallanom, idézőjelben hamisítottam itt a szöveget, mert én a Herz Bibliából olvastam, és folyamatosan úgy fordítottam, hogy vadállatok. A Herz Biblia nem úgy fordítja, a Herz Bibliában az arov, azok nem vadállatok, hanem rovarok. Felolvasom, amit egy lábjegyzet, ami egyáltalán nem helyes. Rovarokat, héberül he arov. Egyes számot gyűjtenév a héber arov többől, amely keveredést jelent. A vélemények eltérnek ennek a szónak értelmezésben, némelyek szerint a kártékon vadállatok tömkelege, más, ez rási, mások szerint rovarok kális, és mind rovar. De be kell vallanom, hogy azért nem is akartam itt felolvasni, ez egyáltalán helyes, nem egyezik ez a zsidó hagyománnal. A zsidó hagyomány a Talmudban, a Midrásban mindenhol részletes leírást tartalmaz, szó sincs rovarokról, hanem szó van vadállatokról. Sajnálom, hogy a Herz Biblia valami kális véleményt vette alapul, nem is tudom ki ez a kális, és nem a zsidó hagyomány, évezredes hagyomány, akik ott voltak és meséltek a gyerekének, hogy itt vadállatokról van szó. Szóval erről enni, természetesen többet nem fogok én visszatérni ez a rovarok, mert ezt mondom, kális ez. Kális nem tudja tagadni a évezredek zsidó hagyományt. A Peszachi Hagádában felsorolunk a 10 csapást, és utána az van írva, Rabbi Judah Jano Tembehem Simanim, Rabbi Judah ilyen gyűjtő szavak szokat ebből a 10 csapásból alakítani, de Cach Adash Beachav, de Cach az 3 betűből áll, Damcefadeyakinim, Adash az Arov Deveshin, vadállatok, dögvész és kiütés, és aztán a többi csapás, többi 4. A kommentátorok felteszik a kérdést most, ha ezek a mozaik szavak, de cach adásban, ha lenne valami jelentés héberül, akkor nu, de semmi jelentése nincs ennek a szónak, azért semmi mondó szó, de cach adásban, ha akkor mit jelent az, Rabbi Judah a 10 csapást 3 szóra csoportosította? Mit jelent ez? Erre mondanak a kommentátorokat, 3 folyta csapásról beszélünk. Ez az, amit Rabbi Judah majd azt mondja, hogy ez nem csak egy sorozat, ami 10-ből áll, hanem 3, még 3 és 4. Az első 3 a vér, a békák és a tetvek, azok arra mutatnak, hogy az örökkévaló az, aki uralkodik a föld fölött és a víz fölött. Ez a vér, békák és tetvek. Ez de cach adás, az pedig az örökkévaló nem csak a föld és a vízre uralkodik, hanem még az állatokon is. Ez egy új kategória, hogy az örökkévaló nem csak teremtette a világot, ő a felelős a vízért és a földért, hanem ő tudja ide irányítani az állatokat, akkor lényegében egy új kategória. Mi követjük azt a véleményt, hogy minden csapás előtt 3 hétig figyelmeztette Mózes a fárót, 1 hétig tartott a csapás, és aztán rögtön, ahogy elmúlt a csapás, rögtön kiderült, hogy a fáró nem fogja teljesíteni az ő ígéretét, kiengedni a zsidókat, akkor Mózes előről kezdte a
a figyelmeztetés. Szóval rögtön, ahogy vége volt a tetvek csapásának, elmúltak a tetvek, akkor Mózes figyelmeztette a fáraót, hogy jönnek a vadállatok. A vadállatok azok mindenféle állatok, vagy vadállatok, mint oroszlán, tigris, medve, ilyesmi. Vadállatok mindenféle, madarak, sastól kezdve, és minden más, és ugyanígy kígyó és mindenféle más olyasmi, ilyen kártevő, ami a földön jár, csúszómászó és minden más, beleértve mondja a Midrás, hogy újra jöttek békák is, és újra jöttek a tetvek, a tetvek is. A első három csapás után, hogy mondtunk, a tetvek után vége lett a rabszolgai munka, de még mindig szolgáltak az egyiptomiakat, dolgoztak nekik otthon, vagy ilyesmi. A vadállatok csapása után ez is megszűnt. A Midrás szerint Zörökvaló úgy mondta Mózesnak, hogy mondd meg a fáraónak, hogy ez a negyedik csapás sokkal-sokkal súlyosabb lesz az első három csapásnál. Gondolom, hogy azért súlyosabb ez a csapás, mert itt olyan vadállatokról van szó, ami elpusztítják, azt jelenti, hogy elpusztítják az embert, vagyis nagyon sok ember áldozat volt itt. A Midrás azt is mondja, hogy általában az ember szeretne az ellenséget megbüntetni, megtámadni, akkor nagyon fontos része ennek az, hogy meglepetésszerűen jöjjön a dolog, hogy az ellenségnél számítson rá. Azt mondja, az örökkor nem így tesz, az örökkor figyelmezteti, és elmondja neki, figyelj, ez most lesz. Miért kellett szólni előre? Mert megadni a lehetőséget arra, hogy megtérje. Természetesen, hogy a Midrás részletezi, hogy Mózes engedély nélkül jött be a fáraóhoz, és fáraó és embereinek nem volt lehetősége, nem tudtak mit tenni ez ellen, hogy leállítani a Mózest. Miért mondja a Tóra az, Haském Babaikra, a 16-os versben, mondja az örökkor Mózesnek, kell fel kora reggel, és áll meg a fáraó előtt, amikor kijön a víz mellé. Az egyik vélemény szerint Mózes állandóan jött, és a fáraóhoz ugye engedély nélkül, egyszer csak bejött is, figyelmeztet, jön még egy csapás, a fáraó már ideges volt, de azt mondta, hogy jó, már elegem volt az alatt, minden nap úgy kezdődik, hogy Mózes ide jön és figyelmeztet engem. Erre azt mondta a fáraó, jó, most korán, sokkal korábban fogok én kimenni a palotámból a víz felé, és úgy, hogy Mózes ne találja meg engem. Erre azt mondja az örökkön, a Mózesnek menjen oda korán reggel, hogy tudjál elkapni a fáraót. A Midrás szerint a fáraó ugye az ókorban nagyon sok uralkodó istennek képzelte el magát, hasonlóképpen volt a fáraó. Az egyik dolog, amivel istennek képzelte el magát, amivel mutatta, hogy ő Isten, hogy azt mondja, ember az, akinek végeznie kell a szükségleteit. Nekem nem kell. Mert minden nap reggel szokott kimenni a vízhez, a Nílusban, és ott szokta végeznie. Ott szokta végezni a szükségleteit. Erre azt mondja, amikor a Mózesnak menj el oda a fáraóhoz, azt mondja, a fáraó lásson téged,
és hogy nem lehet őt becsapni. És erre azt mondja a Midrás, hogy Mózes odament a fáraóhoz, és azt mondta neki, figyelj, az örökkévaló küldött, megfogta őt, az örökkévaló küldött engem, hogy szólni neked, hogy szabadítsal ki a zsidó népet. Erre azt mondja a fáraó, hagyjál engem, nekem végeznie kell a szükségleteimet. Erre azt mondja Mózes neki, én már nem hallottam az Istent, akinek ilyesmire van szüksége. Mindenkit be tud csapni, hogy te Isten vagy, engem nem tud becsapni. Fáraó egy kicsit ilyen nagyon kellemetlen érezte magát, és erre az végelőre azt mondja Mózesnek, hagyjál a fáraót, mert végsősorban ő is csak ember, és tegyen azt, amit kell. Van, azt hiszem, Nachmanidesnek a véleménye. Nachmanides azt mondja, hogy minden olyan csapás, ezt említettem már, azt hiszem, előző óra, minden olyan csapás, ahol ember áldozat volt, akkor a figyelmeztetése nem csak csendben, titokban, félig titokban, a fáraó palotájában történt a figyelmeztetés, hanem ott a víznál, ami lényegében egy nyilvános hely. A vadállatok szintén olyan, és itt is van írva, azért azt mondja, hogy Mózesnak menj el oda, amikor kimegy a vízhez, vagyis nyilvánosan, hogy ne mondjanak az emberek, hú, hogy ilyen nagy csapás, az örökkévaló nem adta meg nekünk a lehetőséget elkerülni ezt a csapást. Mondja a Midrás, Mózes azt is mondta a fáraónak, figyelj, mert érdekes módon itt kétszer is írva van a Tórában, hogy a zsidókat nem fogja érinteni a csapás. Először van ez a 18-as versben, és külön választom azon a napon Gósen földjét, amelyen népem él, hogy ne legyen rajta a csapás. Azt ez a 18-as versben, és a 20-as versben újra. Nem. 19-es versben. És védelmet teszek népem és népet közé, és holnap teljesül e jel. Kétszer is van írva itt. Egyébként a kommentátorok azt mondaná, az, hogy kétszer van írva, mert kétfajta elválasztás volt itt. Először a 18-as versben az van írva, és külön választom azon a napon Gósen földjét. Ahogy Gósen földjén, azon a terület, egész területen ott nem lesz vadállat. És még a Midrás egyik vélemény szerint, ha egyiptomi oda menekült Gósenbe, akkor védve volt, mert Gósen földje el volt különítve, el volt választva, azért azt akartam mutatni, attól a zsidók laknak, ott nincs csapás, akár egyiptomiaknak is. A másik esetben mi van akkor, ha egy zsidó nem Gósen földjén tartózkodik, hanem rendes, proper, Egyiptom properben, erre azt mondja a Tóra, külön is védelmet teszek népem és népet közé, vagyis a föld, a zsidó földje, a Gósen és a többi Egyiptom között lesz, illetve ember és ember között. Két ember áll egymás mellett, egy zsidó és egy egyiptomi, nem Gósen földjen, akkor a vadállatok csak megtámadják az egyiptomit, és nem a zsidót. Kétszer van elválasztva. Most visszatérve, amit a Midrás mond, Mózes azt mondta a fáraónak, hogy figyel, itt egyértelműen fogsz látni, hogy ez egy csapás, ami nem érinti a zsidókat, mert itt a Gósen földje is külön el lesz választva, és külön a zsidóka lesznek elválasztva. Szóval ez egyértelműen fogja mutatni neked, hogy az örökkévalótól jönnek ezek a csapások. A másik kommentár szerint azért volt fontos ezt mondani, hogy Gósen földje külön lesz választva. Ugye ezt már beszéltünk erről,
azt hiszem, hogy az első órán tavaly, első része ennek a sorozatnak, hogy a kommentátorok azzal foglalkoznak, hogy minden csapásban az volt, hogy nem érintette a zsidókat a csapás, vagy csak attól írva van. Nagyon sok vélemény azt mondja, hogy minden csapásnál voltak megvédve a zsidókat, csak nem minden csapásnál van hangsúlyozva. Ez miért van ez külön hangsúlyozva? Itt a vadállataknál a válasz erre az, a víz vére válik, az egy csoda. Ezt nem lehet mondani, hogy ha természetes, nézzük a természetes módja a dolognak, akkor el kell, hogy érjen a zsidókat is. Ezen a részen van ez a csapás, ezen a részen nincs ez a csoda csapás, hogy a víz vére válik. Ugyanígy a békák és a tetvek. De élő vadállatok, azok a természetük az, hogy járnak mindenhol, hova csak lehet. Ezért az, hogy ezek járni fognak egész Egyiptom földjét, meg fognak járni egész Egyiptom földjét, de ki fognak kerülni. A Gosent az egyértelműen mutatja a hit, ez a Isten küldi ezt a csapást, és csak az egyiptomiakat érinti. Érdekes módon mondja a Midrás, hogy itt semmit, nincs írva, Mózes bármit kellett volna tennie. Mózesnak csak bejelentenie kellett, és kész. Előző csapásoknál az volt, hogy rá kellett ütni a vízre, a földre. Itt semmit nem kellett tenni, hanem csak be kellett jelenteni, és a végén azt mondta Mózes, holnap lesz a csapás. Erre azt mondja a Midrás, mert ebben az esetben Mózes nem tudott segíteni, csak személyesen az Isten. Mert ő megteremtette a világot, és mindennek megadta a határát. Ugye a leghíresebb határ az a víz és a száraz földnek a határa. Mert ők azt mondta a határnak, idáig, a víznek idáig jöhetsz, és a többi az száraz víz. A víznek nincs engedélye tovább menni, és elárasztani az egész világot. Hasonlóképpen az állatoknak megvan adva nekik a helyük, hol szabad nekik menni. Erre a hirtelen itt történt egy változás, szükség volt az állatokra Egyiptomban, akkor az örökkévaló volt az, akinek kellett szólni, a tessék, állatok, induljátok, tudom, hogy szigorúan tilos, de most induljátok. Az egyik kommentátor, a Malbim, az a bukaresti főrabbi, mert említettem a nevét korábban is, ő úgy a szövegből úgy tanulmányozza meg, hogy nem csak, hogy az állatok, amely jöttek kintről, nem jöttek be Gósen földjére, hanem még a góseni állatok elhagyták Gósent. Vagyis akkor állatmentes lett a hely, hiába volt Gósenben is erdők és mindenféle, ahol máskor természetes módon voltak állatok, de itt most az örökön megtiltotta az állatoknak, hogy ott nem lehet lenni, és ezért nem csak ott más állatok nem jöttek be, hanem a helyi állatok elhagyták. És ez mind egy egyértelmű jel volt a fáraónak, hogy itt Isten keze van, ugye, mert a fáraó és varázslói állandóan azzal foglalkoztak, hogy isteni csapás, vagy egy természetes csapás, amit Mózes valahogy kiszámított, hogy Mózes egy nagy természettudós. Ezért van az első három csapásnál azt tanultuk, ahogy a varázslók próbáltak azt utánozni. És a harmadik csapásnál már a tetveknél már nem tudtak, utána már nem foglalkoztak ezzel, de mindenképpen az Isten akarta hangsúlyozni, mutatni a fáraónak, hogy ne is legyen félreértető, ez egyértelműen egy isteni csapás.
Miért mondta Mózes, hogy a csapás holnap fog kezdeni, nem ma? Egyik magyarázat szerint nem mondjanak az, Mózesnak, Mózes már van neki egy jellegű, már látja, hogy kezdődött ez a csapás, csak mi még nem veszük észre. Ezért mondja az, hogy rögtön lesz itt a csapás, mert látja, hogy lesz. De nem isteni. Erre azt mondta Mózes, nem, most nincs semmi, holnap lesz a csap. Az egyik magyarázat, a másik azt mondja, hogy azért volt még egy nap, megadni a lehetőséget az egyiptomiaknak, hogy meneküljen a Gósen földjére. Ha ezt a véleményt követjük, hogy Gósen földjére nem is jöttek be az állatok, mert van más vélemény, azt mondja, hogy jöttek Gósen földjére, csak nem bántatok a zsidókat. A kommentátorok azt is hangsúlyozzák, hogy ezek a vadállatok keverve jöttek. Ami nem teljesen természetes az állatoknak, mert az állatok inkább ilyen saját fajuk szerint ilyen csoportban szoktak jönni, most pedig keverve jöttek. Miért olyan fontos, hogy keverve jöjjenek, és nem ilyen külön-külön csoportokban? Mert sokszor lehet egy állatot elűzni azon, hogy mondjuk zajat csapunk, vagy ezt teszünk, vagy így, mindenféle dolgok. Tehát amikor az állatok keverve vannak, akkor nincs semmi olyasmi, ami segítene minden állatnak. Azt is írják, hogy itt van egy érdekes kifejezés, hogy a 17-es versben, mert ha nem bocsátod szabad a népemet, íme én rád szabadítom és szolgaidra a vadállatok, jó? És megtelnek Egyiptom házai a vadállatok, és ideig értető, és a föld is, amelyen élnek. Vigámádama asher heimalea. Az egyszerű magyarázat szerint azt jelenti, hogy egész Egyiptom, ahol az egyiptomok laknak, ott lesznek a vadállatok. Egy másik magyarázat szerint a vadállatok jobban éreznek magukat, az ilyen, az önbizalmuk sokkal erősebb, amikor otthon, a természetes területen tartózkodnak. Ha nem, akkor ők zavarba jönnek, nem támadnak, mert nincs meg az önbizalmuk. Erre azt mondja, hogy én elküldöm az állatokat hazátok, és még a föld is, amelyen élnek, mintha az is átkerült Egyiptom, vagy az állatok olyan érzést kaptak, hogy olyan, mintha otthon lennének, és azért megvolt az önbizalom. Kit támadtak az állatok? Erre az van írva. Felsorolja a Tóra, rád szabadítam szolgaidra, s népedre és házaidra. Azt mondja a Midrás, igen, szósz ebben a sorrendben először támadtak meg a fáraót, mert ő itt a főbűnös, aztán a szolgai, aztán a nép. Ami nem lenne természetes, mert természetes az lenne először a szegény embereknek a házai, ahol akik nem élnek biztonságban, aztán azokat a házakat, fáraónak a szolgái, akik még már jobb minőség házakban, és aztán a palota, az örök azt mondta, nem, itt nem a természetes módon fog menni ezen az egész dolog, ez egy isteni csapás, ezért kezdeni fog ez a fáraónak. Egyébként van egy olyan vélemény, például a prágai lövrabi azt mondja, hogy azok, akik ilyen nagy, bepáncélozott palotákban, körbevett házakban éltek, palotákban, ők védve voltak a csapástól, de a többi kommentár ezt nem fogadja el. Sőt, a Midrás azt mondja, hogy mivel itt mindenféle állatok voltak madarak, vadállatok, csúszómászok,
az arra való volt, hogy ne tudjanak védekezni. Például, ha a házban, palotában, vilában elzárkoztak, bezárkoztak is, mit tudom, minden kaput zártak, vagy ilyesmi, erre azt mondja, hogy jött egy ilyen szilonit, nem tudom pontosan milyen madár ez a szilonit, hogy fentről jött be a kéményen keresztül, és kinyitotta a kaput, az ajtót, aztán a vadállatok egyszer csak bejöttek, ami azt jelenti, hogy voltak olyan, ahol mondjuk az emeleti ablakból jöttek át, hogy a kerítés nem volt elég magas, vagy jöttek át a kígyók és ilyen csúszómászok úgy, hogy nem tudtak sehonnan védekezni. Egy olyan leírás is van, mintha ilyen jöttek egymás után. Először jöttek a csúszómászok, megtámadtak a fárót, aztán jöttek a madarak, sasak, mindenféle, aztán jöttek a vadállatok. Ilyen vélemény is van. És a Midrás azt is úgy is leírja, hogy ahogy mondtuk előbb, hogy az állatokkal együtt jött az állatnak a természetes lakóterület. És akkor egyszer az egyiptomi kijön, azt mondja, hú, erdő van itt? Én soha nem láttam a mi városokban egy kis erdő, de nagyon jól van erdő. Igen ám, de egyszer csak az erdőből kijön egy oroszlán, vagy egy medve. Az már kellemetlen volt, és a Midrás részletesen írja, hogy ugye már rabszolgai munka, nem építettek Pitom és Ramszészt, de még szolgálatban voltak az egyiptomiaknak. És azt mondja, hogy Midrás, hogy egy egyiptomi, ő odaadja a gyerekének, egy zsidó babysitternek, hogy vigye őket el, és a Midrás valahogy 5 gyerekről beszél, másik verzió 10 gyerekről beszél, és azt mondja, hogy Midrás egymás után a zsidó próbált, ugye a zsidó akarta végezni a munkáját, és próbálta kimenekíteni ezeket a gyerekeket, és egymás után jöttek a vadállatok, egyszer a medve, egyszer a más, a farkas, ez az, és akkor végén az 5 gyerekből nem lesz semmi, 5. gyerek pedig a sas jön, és pst, elviszi, ellopja, és kész. És erre azt mondja a Midrás, te kihasználtál a zsidót akarata ellenére, hogy ő foglalkozzon a te gyerekeiddel, én majd küldöm másokat, vadállatok, akik foglalkoznak a te gyerekeiddel. Csak ebből a könyvből még egy gondolat, hogy amikor a fáró látja, hogy itt baj van ezzel a csapással, azt mondja, miért jött ez a sok állat? Én azt mondja a fáró, talán azért jött ez a sok állat, hogy a zsidók ezeket az állatokat fogják bemutatni áldozatnak. Én azt mondta a fáró, tessék csak áldozatot bemutatni itt Egyiptomban. Azt mondja, Mózes sose lehet róla, ezek nem jöttek ide, hogy azért, hogy áldozatnak legyen felhasználva, hanem azért jöttek ide, hogy itt megbüntetni titeket. Mi pedig a Egyiptomon kívül fogunk menni áldozatokat hozni. Na, más midrások. Egyik midrás azt mondja, ahogy az örök azt mondja a Mózesnek, menj el korán reggel,
Semmi köze nincs a csapások, ez az kapcsolódik, de ismerünk a Talmudból, Zrizim meg Dimin le Micot, hogy az, aki igazán Isten félő és lelkesen teljesíti a micvákat, az siet a micvákat, ő nem halasztja egy micvát, hogy még később és még később. Én azt mondja az Isten Mózesnek, menj le csak kará reggel. Miért kará reggel? Mert egy micvát ezt teljesíteni kell, kell kará reggel. Aztán igen, ezt már mondtam, hogy Fáraó akarta elkerülni Mózesét, ment karán, és akkor erre Mózes ment még karában. Na, miért mondja Mózes az, hogy holnap lesz a csapás? Miért holnap lesz a csapás? Erre az egyik magyarázat szól, hogy például a békáknál ezek itt a vízből jöttek ki. Akkor ezért ez, amikor el kell indulni a csapás, akkor rá kell ütni a vízre, és jönnek fel a békák. A vadállatok messziről kell, hogy jöjjenek. És ezért mondja Mózes, a csapás már lényegében elindult, mert ők már elindultak, csak holnap itt lesznek. Holnap már, mit azt mondom, holnap már éles lesz, holnap már nyilvános lesz a csapás. Most kezdődik a csapás, de holnap már nyilvános lesz. És a kommentátorok egy kicsit a szövegből is próbálja következtetni, mint azt mondom, holnap lesz a csoda, nem, de nem ott holnap indul el. Most indulnak, és holnap fogtak látni ezt a különleges csodát, illetve az, hogy aki akar, tudja menekülni Goshenben. A Midrash egy érdekes leírást azt mondja, az örökről azt mondta Mózes, hogy előbb azt mondtunk, hogy ennél a csapásnál Mózes nem tett semmit, de a Midrás egy kicsit mégis azt mondja, hogy Mózes tett volna. Mit kellett volna Mózesnak tennie? Azt mondja, hogy örökről Mózesnek, menj el ki a mezőre, és mondja ki hangosan. Felszólítsál az állatokat, hogy jöjjenek, mondja Mózes. Hát én felszólítom az oroszlánt, hogy jöjjön, hát meg fog ölni engem. Azt mondja, hogy ne féljed. Mindenki mondja az örökről Mózes, mondja nekik így. Az Isten teremtett titeket a világban azért, hogy most tudjon titeket használni. Minden teremtménynek van célja. Erre, mint a Mózes azt mondta a vadállatoknak, miért kell az Istennek tigrist is, medvet is, minden, azért, amikor szükség van büntetni az egyiptomiakat, hogy legyetek itt. Egyébként az a magyarázat, hogy el kellett indulni, és csak másnap érkeztek, az a Malbim, a bukaresti rabbi. Miért kezdődött a csapás a fáraó házában, azt mondja a Bála Túrim Rabbeinu Jákov, azért ott kezdődött, mert a fáraó elfelétkezett, ki volt a József, hogy József zsidó volt, és József segített neki ezt a sok vagyont összeszedni, amikor szűk évek voltak, stb. És a fáraó mindent a saját házában hozta a vagyont. A saját házában, azt mondja, hogy tessék, jönnek az állatok is a te házadban. Olyan is ír az egyik kommentátor, hogy itt nem tudtak közvetlenül szólni Mózesnak, hogy imádkozzon, mert nem mertek kimenni az utcára.
ezért itt csak gondolom zsidó küldeteket tudtak küldeni Mózesnek. Amikor Mózes azt mondja, hogy el fog múlni az áldozat holnap, és az a magyarázat szerint, hogy azért csak holnap indult a csapás, mert az állatoknak kellett jönniük, akkor ugyanígy most, amikor el kellett hagyniuk, akkor ez egy folyamat volt, ma fognak kezdeni indulni, a holnapig már üres lesz itt, és akkor összes állat el fogja hagyni. És ugyanúgy, ahogy mondtunk, hogy hogy a sorrend, ami van a Tórában, hogy meg fognak támadni téged, szolgáit és a népedet, ebben a sorrendben támadtak, akkor ugyanúgy, mikor az van írva, és el fognak hagyni téged, a szolgáit házait és a nép házait, akkor ugyanígy először fáraót, a vadállatok elhagytak a fáraót, aztán a fáraó szolgáit, és aztán a többieket. Erre a Rási azt mondja, hogy a békáknál az van írva, hogy megdöglöttek, és ilyen nagy, sok-sok-sok megdöglött béka volt, és büdös volt, és minden. És itt pedig az van írva, hogy az állatok elhagytak, a vadállatok elhagytak Egyiptomot. Erre Rásinak a magyarázata az, azt mondja, hogy megdöglött állatokat nem lehet semmire felhasználni, semmiféle haszon nincs benne, csak kár, büdös, nincs mit csinálni vele. Ezek a vadállatok, a megdöglőnek nagyon drága, az állatnak a bőre szép bundák vannak, és ezért inkább azt mondta, hogy az el kell hagyni, ez az egyik magyarázat. Másik magyarázat szerint azt mondta, hogy van egy különbség a békák és a vadállatok között. A békák itt jöttek, itt jöttek ki a vízből, nincs szükség rájuk. A megdöglöttek. Azt mondja, hogy a szükség volt rájuk Egyiptomban a csapásra, utána kész. A vadállatok, ahogy mondtuk, jöttek messziről, máshonnan, akkor nekik vissza kellett mennie. A Midrás azt is mondja, hogy nem csak azok az állatok megtámadtak őket, jöttek máshonnan, hanem voltak nekik helyi állatok, házi állatok. És azok hirtelen megváltoztak és megtámadtak őket, annak ellenére, hogy már régen voltak itt, meg voltak tanítva a viselkedése, és ezek mind megváltozott. Ugyanígy egy másik vélemény azt mondja, amikor az van írva, hogy összes állat elhagyta őket, akkor még azok az állatok is, amely az állatkertben voltak, ugye ezek a királyok és ezek a gazdag embereknek van ilyen kis ilyen kertjük, a kertjükben mindenféle állat, hogy ezek az állatok mind-mind elmentek. Miért jöttek ezek az állatok? Erre a Midrás azt mondja, hogy az egyiptomiak sokszor küldtek a zsidókat, menjetek vadászni, és az egyik célja az volt, hogy ne legyenek otthon, ne legyenek a feleségeikkel. Azt mondta az Isten, akartak vadállatokat, tessék, hozok nektek vadállatokat. Mit jelent az a szó, hogy árov? Ugye azt mondtunk, hogy árovnak a csapás az vadállat. De mit jelent az a szó, hogy árov? Rási azt mondja, hogy árov az egy keverék. Azt jelenti, hogy sokfajta állat keverve jöttek. Az Ibn Ezra is mond hasonló. A Rasbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir, Rásinak az unokája, ő azt mondja, hogy az árov azok az állatok, amik támadnak a sötétben, errev, amikor sötét van, akkor támadnak. A harmadik magyarázat, árov az olyan, mint a rév.
A rég azt jelenti, hogy kezeset, valaki akar kölcsön kérni valakitől, ha van egy kezes, aki vállalja a felelősséget. Erre itt azt mondjuk, hogy álljál. Nem, de hol van ez a felelősség? Most nem emlékszem, itt van egy harmadik, hogy este, miért este? Mert szimbolikus, amikor az egyiptek láttak ezeket az állatokat, akkor kezdtek menekülni. Mert próbáltuk menekelni, futni gyorsan, de nem tudok olyan gyorsan futni, elestek. Mint a sötét lenne, és a sötétség lenne az akadály a menekülésnek. Ezt már mondtam, hogy ők azt az érzést, mint át lett volna telepítve ide a természetes lakó területek, hogy jól érezzenek magukat is, legyen meg az önbizalmuk. A Midrásban van egy olyan magyarázat, hogy Samtip Dut, a Tóra azt mondja, Samtip Dut, el az oldal, a 19. versben, Samtip, és védelmet teszek. A Midrás azt mondja, hogy Dut ez olyan, mint Pidjon, kiváltás. Az örök azt mondja, hogy a zsidók halljanak meg, akkor most a zsidók ki lesznek váltva, és az egyiptomiak meg fognak halni. Ahogy a midrási leírást olvasom itt, akkor elég sok áldozata volt itt ezeknek az egyiptomiaknak. Azt mondja, ez egy nagyon-nagyon gyilkos, azt mondja, sok vadállat az gyilkos volt. Azt már a különböző vélemények mondtam, hogy ami a Goshenben, hogy egyáltalán nem jöttek be, de az állatok, vagy jöttek, de nem bántattak a zsidókat. De azt mondják a kommentátorok, a vadállatok után, az árok után már semmi, akkor már nem volt már szolga, teljesen megszűnt a szolgák. Nem csak a rabszolgai munka szűnt meg, hanem már a sima szolgálat is megszűnt. A Midrás azt mondja, miért pont a vadállatok, hogy a különböző magyarázatok van. Egyiket már mondtam, hogy küldtek a zsidókat vadászni, és akkor jöttek a vadállatok. A másik is azt mondja, a keverés, mert ők akartak összekeverni a ábrámi leszármazat, összekeverni, ezt így zavarban hozni, talán még megölni őket, és ezért jöttek a keverés, állatoknak a keverése, illetve mondja a Midrás, sajnos a férfiak és a nők keveredtek házasságon kívül, hogy volt az a nő, aki 10 férfivel ölt, és volt az a férfi, aki 10 nővel ölt, azt mondta az Isten keverés, akkor hozom rátok a keverés vadállatokat. Jó, ez egy pár plusz információ, hogy hívják, erről a csapásról, az arrow, a vadállatokról, a következő csapás lesz Dever, az a dögvész, ezt nem fogunk jövő vasárnap tanulni, hanem fél ünnepkor fogunk ezt tanulni. Jövő vasárnap 6 órakor, este 18 órakor lesz egy Farbrengen a Vasvári zsinagógában a Rebbe születésnapja kapcsán. Én fogom tartani ezt a Farbrengent, és a fő téma az lesz, hogy
miért jöttünk mi Magyarországra, és rögtön friss házasaként a feleségemmel együtt. Nem lesz meglepő a válasz, kapcsolódik a Rebbehez, a Rebbenek a kérése volt ez, de ez részletesen fogom mesélni, mindenféle történeteket és tanításokat fogom mondani. Mindig itt szeretettel várunk, lehet jelentkezni vasvari@zsidó.com-ra, aki készül jönni a Fábreng jövő vasárnap. Egy hét múlva, azt hiszem április 2-a lesz az, mindenkit szeretettel várunk, de kérünk jelentkezni. Isten segítségével holnap folytatjuk a Zohárral, a Kábalának az alapművével. Köszönöm szépen, viszontlátásra!